A döntő első felvonása is olyan volt, mint a Hidrofehérvár a V19 egész szezonja. Minden várakozást felülmúlt a csapat teljesítménye. Hiába az salzburgi teltház a házigazdák pressziója. Méltó ellenfele volt Kevin Konstantin vezetőedző csapata a legutóbb 2016-ban bajnoki címet szerző együttesnek. A Fehérvár egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, a mieink is megizzasztották az ellenfelet. A házigazda ugyan igyekezett érvényesíteni a papírformát, és bár 7,5 perc után vezetés szerzett, csak hamar jött az egyenlítő találat a születésnapos Erdély Csanádtól. Óriási izgalmakat, mindkét oldalon remek támadásokat, nagy védéseket és küzdelmet hozott az egész mérkőzés, és bár többször is csengett a kapuvas, egyre inkább látszott túlórában dől el a mérkőzés. A második ráadásban 3-3 elleni játékban 5 perc után döntött a házigazda és nyert 2-1-re. A helytállástál így is sokkal többet vitt véghez az AV19 a döntő első mérkőzésén, ezért érthetően csalódottak voltak Hári Jánosék. Elégedettek semmiképp nem lehetünk, hogy kikaptunk. Mi nem azért jöttünk a döntőbe, hogy szoros meccseken kikapjunk, hanem hogy megnyerjük, ez szerintem elég egyértelmű. Nyilván csalódott vagyok, de ez is mutatja, hogy ez egy nagyon kemény széria lesz mind a két csapatnak, és most ma nekik jött ki jobban az a hosszabbításos győzelem, ennyivel nyerhettünk volna mi is. Nyilván idegenben jó lett volna egyből elvinni egy meccset, de majd legközelebb. Egy szoros meccs volt, jól játszottunk, szerintem bármelyik csapat megnyerhette volna. Nyilván, amikor már hosszabbítás lesz, akkor az elég rulett, főleg amikor 3-3 lesz, az már még jobban. Ugye nem olyan, mint fociban, hogy fél órát játszol és még van idő egyenlíteni, hanem egy gól nyer, úgyhogy sajnos nekik sikerült ezt meglőniük. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc következő állomása csütörtökön az ifja Bocskai Gábor jégcsarnok. Az este 3-4-8-kor kezdődő találkozó iránt óriási az érdeklődés, teljes teltház lesz a Raktár utcában, remélhetőleg hazai győzelemmel.